16 ország 260 tollas labdázója lépett pályára a Zagreb Open elnevezési utánpótlás versenyen, ahol 5 korcsoportban mérték össze tudásukat a fiatalok. A magyar küldöttségben ott volt a nyíregyházi Szentpáli Marcell is, aki az U11-es korosztályban a legjobbnak bizonyult. Az ELK 5-es diákja a csoportmeccseket követően a döntőbe jutásért szlovák ellenfelét verte 2-0-ra, majd a fináléban olasz riválisát múlta felül 2-1-re, így megszerezte az aranyérmet. A csoportban nehéz volt, egy olasztól kikaptam, de egy horvátot megvettem, úgy jutottam ki, és utána egy szlovákkal és egy olaszsal játszottam. Nehéz volt a döntő, 3 szetbe tudtam megnyerni. Szentpáli Marcellt az U11-es korosztályban a torna legjobb játékosának választották a szakemberek. Jakabné Keul Andrea tanítvány a párosban Érdi partnerével a 3. helyen végzett. Az edző szerint a fiatal tollaslabdázó szorgalma és tudatossága a sikerek záloga. Marcell 4 évet tollaslabdázik az NVSC-ben, Zelkben kezdte a pályafutását. Rendkívül szorgalmas és tudatosan készülő gyermekről van szó. Diákolimpiákon is már nagy sikereket ér el. Szerintem szép jövő áll előtte. Marcell célja, hogy az őszi válogató versenyen bekerüljön a nemzeti csapat keretébe, később pedig pályára lépjen az U15-ös Európa-bajnokságon. Addig a diákolimpiákon és a hazai, illetve nemzetközi versenyeken gyűjtheti az érmeket az NVSC tollaslabdázója.